Üdvözlöm Evkovács Sándort, a térség országgyűlési képviselőjét. Itt vagyunk Abátszalókon. Sajtótájékoztatót tartott. Miről szólt ez a sajtótájékoztató? Ez a sajtótájékoztató egy kicsit rendhagyó, hiszen ilyenkor már április végén készülünk a szezonra. Itt a Tisza-tó partján készülnek az önkormányzatok, a vállalkozók a szezonra. És most azért rendhagyó, mert igazából nem a szezonra tudunk készülni, hanem a koronavírus járvány okozta gazdasági, egészségügyi károkat vesszük számba, és azt a feladatot, ami előttünk áll, hiszen biztos vagyok benne, hogy lesz turisztikai szezon, amire időben kell felkészülni, és ezt a felkészülést, az eddigi megtett intézkedéseket és az ezután következő intézkedéseket, miket tettünk és miket fogunk tenni, azokat kell számba venni, hiszen itt a térségben nagyon sokan élnek a turizmusból, és minden segítséget meg kell adni azoknak az embereknek, akik a családjukat, saját magukat a turizmusból, a vendéglátásból látják el. Milyen intézkedéseket tettek a koronavírus járvány enyhítésére, nyilván, ami ugye a turisztikát is érinti, a községeket, a településeket érinti, amelyek ebből élnek? Hát mindenképpen, amikor március 21-én a veszélyhelyzetet kihirdette a kormány, akkor látszott az, hogy bezárnak a strandok, bezárnak a szálláshelyek, a szállodák, a panziók, bezárnak az éttermek, és ez nagyon érzékenyen érintette azt a térséget, azokat a dolgozókat, akik ebből élnek. Ekkor a fejlesztési tanács elnökével, Huba Imre elnök úrral levelet küldtünk ki az önkormányzatoknak, a vállalkozóknak, hogy mi az, amiben segítséget várnak, milyen problémákat látnak, mi az, amit tudunk tenni annak az érdekében, hogy enyhítsük a károkat, és a beindítandó szezonnál pedig úgy érjen bennünket az az időpont, hogy startra készek vagyunk, és el tudjuk látni azt a feladatot, amik ránk szabtak. Első körben ezekből a levelekből összegeztük azokat a problémákat, amik fennállnak. Elsőnek a miniszterelnök úrnak írtunk egy levelet, hogy azokat a beruházásokat, amik eddig elindultak itt a Tisza-tó partján, és ezután el fognak indulni, azokat segítse, gyorsítsa, hiszen mindenképpen ezekre a turisztikai látvány és infrastruktúra erősítő beruházásokra mindenképpen szükség van. Ez volt az első lépés. Milyen beruházások zajlanak a térségben? Hát a szabad strandok fejlesztése, nem soká átadásra kerül a Tisza-Füred-Poroszló közötti kerékpárút szakasz, rafting pálya fog épülni a Kisköre melletti, de Jász-Nagykun-Szolnok megyei területen. Tehát nagyon sok kisebb, nagyobb kikötőfejlesztés, kerékpáros fejlesztés folyik, amit mindenképpen segíteni és támogatni kell. De ezen kívül több dolgot is tettünk, hiszen a turizmusért felelős miniszternek írtunk levelet, a Magyar Turizmus Ügynökségnek, hogy azokat a turizmust érintő szolgáltatásokat, amelyeket érzékenyen érintette ez a koronavírus járvány, segítséget nyújtson. Tehát az ételkiszállítás 5%-os áfája, az idegenforgalmi adónak a mérséglése, hiszen az önkormányzatok bevétele az idegenforgalmi adóból van, ezeket nem fizetik be a vállalkozások, hiszen nincs idegenforgalom, de ne kerüljenek nehéz helyzetbe a települések, tehát az idegenforgalmi adót visszanemtérintő támogatásként kipótolja a kormányzat, és az itteni vállalkozásoknak pedig nem kell ezt befizetni. Nagyon sok ilyen intézkedés van még a fejlesztésekben, azokat a vállalkozókat, az adófizetési könnyítéseket, és amit mindenkit érint az, hogy a törlesztő részletek, a hitelek törlesztése is december 31-ig felfüggesztésre került, de hogyha ez indokolt, akár további időpontokig is indokolt. A kialakult helyzetben milyen szezonra számíthatnak azok a települések, amelyek ebből élnek? Hát az idő gyönyörű. A települések fel vannak készülve, a vendéglátóhelyek, a szállásadók fel vannak készülve. Én azt gondolom, hogy ha enyhül a járvány, tartok attól, hogy ez velünk fog maradni, ez a járvány, addig, míg a vakcinát ki nem fejlesztik. De azokat a szolgáltatásokat, ahol van tér, azokat a kiránduló helyeket, ahol van egymástól való távolságra lehetőség, azokat részlegesen fel fogják nyitni, és én bízom abban, hogy
egy olyan szezon, ami nem hasonlítható semmihez, mert biztos vagyok, hogy sokkal gyengébb lesz, mint a többi, de ahogy fel fogják oldani ezeket a korlátozásokat. Egy kutatás alapján a magyar állampolgárok mindenképpen szeretnének utazni. Főleg belföldre szeretnének utazni, és azokat a helyeket keresik, amelyek kulturáltan, nagy térrel rendelkeznek, higiénikusak, biztonságosak, és én azt gondolom, hogy a Tisza-tó ebből első helyen lesz. Tehát, hogyha felszabadul a korlátozás alól az ország, akkor a Tisza-tó lendületben lesz, és olyan felkészültséggel fogadja az ide látogató turistákat, ami még sohasem. Tehát fel vagyunk készülve, én azt gondolom, ha lehetőségünk lesz, olyan szezonunk lesz, amilyen még eddig nem volt, túlszárnyalunk majd mindent. Köszönöm szépen! Én is köszönöm a lehetőséget!